Halleluja. Jó Istennek a jelenlétében lenni, jó az ő nevét felemelni, őt dicsőíteni. És hála az Úrnak volt ebben részünk többször a héten. Kedden Budapesten az ifjúság Isten tiszteleten dicsőítettem, pénteken a 24 órás alkalmon dicsőítettünk együtt. Most meg itt, és higgyétek el, jó dolog az úr dicsérni, ezt nem lehet megunni, nem lehet azt mondani, hogy na most már ebből elég volt, már nem kell többet, hanem ha így érezzünk, akkor az valószínűleg nem Istennek a dicsőítés, hanem csak éneklés. Mert ha Isten dicsőítjük, ezt nem akarjuk abba hagyni. Akarunk minél többet és minél többet Istenből, akarunk minél inkább bekerülni Istennek a jelenlétébe. És olyan gondolkoztam, hogy miről prédikáljak ma számotokra. Szerettem volna tovább menni azon az úton, amit elkezdtem, de úgy érzem, hogy nem tudok most azon tovább menni, hanem egy kicsit arról beszélnék, amit kedden tanítottam a fiataloknak. Jákob történetén keresztül. Arról beszéltem, hogy a belső szoba áldásai a próbák idején is, hogy milyen a próbák alatt kapcsolatban lenni Istennel. És ahogy prédikáltam, utána jött egy jó néhány gondolat, amit már nem osztottam meg a fiatalokkal, mert még lehet, hogy most is ott lennénk. De sok mindenen gondolkoztam, hogy mennyire nagyszerű Isten, és mennyire jó, hogy Isten minden egyes mondattal az igében akar szólni hozzánk, akar formálni bennünket. <kül> és most Jákobról fogok beszélni, Ábrahámnak az unokájáról. Szerintem ismeritek többnyire az ő élet történetét, de azért néhányan egy rövid összefoglalásban, néhány mondatban szeretném összefoglalni nektek. Tehát Ábrámnak az unokája ez a fiú, Izsáknak a fia. Van neki egy Iker testvére, aki egy néhány másodperccel hamarabb született meg, mint ő, tehát egészen közel születtek egymáshoz. Szegény Jákob még kapaszkodott is a sarkába, hogy hát, ha ő tud az elsőenni, de nem sikerült megelőznie az ő testvérét, ő lett csak a második gyermek. Azt olvassuk a Bibliában, hogy egy szelíd, sátorlakó gyerek volt ez ha olvasátok. Nem fogom végigolvasni az egész történetét, hanem majd a 1 28-ból fogok a 10. verstől olvasni, a 16. versig fogom felolvasni, tehát 1 Mózes 28-10-től 16-ig. De egyelőre még nem olvasom, először eljutunk addig, ameddig itt kezdődik majd a történet. Tehát ő egy elég egyszerű, szerény gyerek volt, az ő testvére pedig egy jó, nagy izmos. Azt olvassa a Biblia, hogy szőrös, tehát nagyon intenzíven szőrös gyerek volt, járt az erdőbe, egy vadász volt, nagyon szeretett és tudott is jól vadászni. Egy nagyon impulzív természetű ember volt, és ha megnézzük Jákobnak, meg Ézsavnak a történetét, egy nagyon érdekes dolog jön ki saját magunkkal kapcsolatosan is. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus vagy pontosabban az Úr mondja ezt, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut pedig. Gyűlöltem. És ezen sokat gondolkoztam, mert nem tudtam ezen zöldágra vergődni, hogy hogy lehet az, hogy Isten gyűlöl valakit. Megszületik két gyerek, az egyiket szereti, a másikat gyűlöldi. Ez nem személyi válogatás? Az ember sokszor azt gondolja, hogy hát ennek nem így kellene lenni, nem úgy kellene lenni. Sőt, a mi hétköznapi életünkben is sokszor megtapasztaljuk ezt, hogyha kivételeznek valakivel egy munkahelyen, miért pont vele kivételeznek? Miért nem velem? Ha velem kivételeznek, az nem esik annyira rosszul. Hogyha nekem adnak valamit pluszba, az nem esik annyira rosszul. De hogyha ezt mással teszik meg, és én is látom, akkor ez mindjárt rosszul esik nekem. És a Bibliában azt mondja Isten, hogy könyörülök, akin könyörülök, kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Isteni a döntés. És nekünk ezt meg kell tanulni, meg kell értenünk, hogy Isteni a döntés mindannyiunkkal kapcsolatosan. És ha Isten szeret bennünket, akkor azért egy nagyszerű ajándék is. Örülnünk kell ennek. De mindjárt meg fogjuk látni azt, hogy Isten miért gyűlölte Ézsaut, és miért gyűlölte meg Ézsaut, mert ennek ez egy hosszas folyamatnak a következménye lett. És én hiszem, hogy Isten minden embernek megadja a lehetőséget a változásra. Minden minden embernek megadja a lehetőséget a teljes, elégedett és boldog életre. Egyedül rajtunk múlik, tőlünk függ, hogy akarjuk ezt az életet, vagy nem. Ézsa úgy született meg, hogy ő volt az apjának az első szülöttje. Ővé volt az első szülöttségi jog. Ővé volt a lehetőség, hogy, belemenjen abba, hogy bele tudjon lépni abba az áldásvonalba, ami az ő nagyapjával elkezdődött. Ábrahámról azt olvassuk, hogy elkezdte Isten megáldani őt, szövetséget kötött vele Isten. Ábrahámtól származik a zsidó nép nagyon érdekes az ő története, és nem fogok most vele részletesen foglalkozni. De Ábrahámot megáldotta Isten, és azt mondta, hogy a te magodban fognak megáldatni a Földnek minden nemzetségei. Tudjuk azt, hogy Ábrahámtól származik Jézus Krisztus is. Jézus leszármazottja Ábrahámnak, egy egészen késői leszármazottja. Ábrahámnak volt sok fia, nem fogok most ezen élcelődni, hogy hány fia volt, de sokan azt gondolják, hogy csak egy fia volt. Vannak a bölcsebbek, akik azt mondják, hogy kettő, de volt neki nyolc fia amiről ír a Biblia, de igazából egyetlen egy volt ezek közül a kiválasz aztott még pedig Izsák, aki tovább vitte Istennek az áldását. És azt látjuk, hogy Isten megkereste Izsákot is, és Izsákkal is szövetséget kötött. És azt látjuk, hogy itt volt a lehetőség, hogy van kettő fiatalember, és alanyi jogon az első szöltet érni az a megtiszteltetés, hogy ő legyen a harmadik ebben a sorban, hogy az atyáinak az áldását tudja tovább vinni. Meg volt a lehetősége arra, hogy ő legyen a harmadik ebben a sorban. Tudjátok, Istennek sokféle neve van a Bibliában. Az egyik neve az, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak az Istene. Nem Ézsaúnak, hanem Jákobnak az Istene. Ez történt valamiért. Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, a mi Istenünk, sok helyen mutatkozik be így a Bibliában. Ezt a három embert a hitünk ősatyainak nevezzük, a zsidók is nagyon-nagyon komoly tisztelettel tekintenek rájuk. Nem véletlenül, mert ezek az emberek benne voltak az atya áldásában, és akarták az atya áldását. Nem volt számukra más fontos, mint az, hogy Istennel közösségben legyenek. Ha megnézitek Ábrahámot, nem érdekelte a vagyon. Amikor ott volt a lehetőség, hogy válasszon egy jobb földet, fel voltak egy hegy tetején, akkor az unokaöcsének adta a lehetőséget, hogy választ te, ami marad, az nekem jó lesz. Ővé volt a jog, hogy a legjobb földeket el tudja magának pakolni, és azt mondta, hogy válasz te először, ami nekem maradni fog, az nekem elég. Nekem nem a föld kell, hanem az Istennel való kapcsolat. És látjuk az Ézsau, az Ézsau történetében, ugyanez működik Ézsau és Jákép, Jákob között. Ez volt a nagy különbség, hogy Jákob nagyon-nagyon-nagyon vágyott az első szöldség jogra. Vágyott arra, hogy belekerülhessen abba a vérvonalba olyan módon, ebbe a szellemi vérvonalba, hogy ő legyen az, aki tovább viszi az örökséget. Ő legyen az, aki tovább viszi az áldást. Ő vágyott erre az áldásra. Mindenáról szerette volna, de alapvetően fizikálisan nem volt rá semmi esélye. A neve is kapásból annyit jelent, hogy csaló, egy csaló ember volt, aki esetleg becsapott, becsapott másokat, aki tele volt hazugsággal, aki tele volt bűnnel. És tudjátok, valahol itt kezdjük mindannyian. Ilyen emberek vagyunk, akiknek bűnei vannak, hibáink vannak, gyarlóságaink vannak, és azt látjuk, hogy ahogy a Jákobnak is lassacskán tűntek el ezek a gyarlóságai, nekünk is lassacskán múlik el a bűnös természetünk. Bár amikor az Úr Jézus megvált bennünket, tökéletesen megvált minket, csak sajnos mi sokszor nem veszük eléggé hamar birtokba ezt, hanem még megengedjük ezt, még megengedjük, még megengedjük azt. Az nem is olyan nagy bűn, ezzel sincsen akkora gond. Még egy kis harag lehet a szívemben, hát ő volt a hibás, ő bántott meg engem. És az emberek nagyon sokszor nem veszik át Istennek az áldását a saját hibáik által, pedig Isten kínálja. Ott a lehetőség. És nagyon sokszor inkább a földdel foglalkoznak, inkább a hétköznapi világ dolgaival foglalkoznak. Ha megnézzük Lótnak az életét, Lógt a pénzt választotta, ugye? a gazdagságot, a vagyont, a legszebb földeket választotta. Mi lett az eredmény az ő életének? Egy szár ruhában kellett menekülnie Szodomából. Semmilyen nem maradt. Minden vagyonát, minden gazdagságát elvesztette. Ábrahámot nem érdekelte a vagyon, mégis ő volt a környék egyik legvagyonosabb és legnagyobb hatalmú embere. Fogta magát néhány legényével együtt, amikor elrabolták lótot, elment és megvert öt királyt egy egyszerű paraszt ember, aki az állatokkal foglalkozik. Mert Istennek a hatalma, Istennek az ereje vele volt. Ő nem a tekintére, nem a pénzre vágyott, hanem az Istenne való közösségre, de az Istenne való közösség által mindazt megkapta, amire mások vágytak. És itt azt látjuk, hogy Ézsau pedig egy nagyon éjjomának ember volt. Nem tudom elképzelni, hogy hogy lehet valaki annyira buta, hogy egy tál eladja az első jogot, amit nem lehet más, hogy megszerezni, mint hogy beleszületik az ember csak azért, mert éhes volt. Azért, mert már lehet, hogy két napja nem evett, és biztos, hogy nagyon rossz dolog napok óta éhezni. Lehet, hogy egy hete nem evett. De egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy hogy lehet valaki annyira éhes, hogy hajlandó az atyáinak az áldását ennyire komolyan venni, hogy egy meleg ételét adja. Hogyha fogta volna magát, bemegy a spájzba, hoz egy lencsét, odarakja főni, vár két órát, és ugyanazt a lencsét megehette volna úgy, hogy nem veszti el az első jogát. Itt nem arról volt szó, hogy a környéken nem volt senkinek semmilyen étele, csak egyedül a Jákobnak, és a éhen hat volna az Ézsau, hogyha nem evett volna a Jákob kajájából. Egyszerűen Jákobnak sokkal-sokkal fontosabb volt a saját teste, mint az Istennek az áldása. És én úgy gondolom, hogy Isten ezért gyűlölte meg Ézsaunak, igen. Tehát ezért, értitek ti, mit akarok mondani. Tehát, hogy ezért gyűlölte meg Isten véleményem szerint út, mert őt nem érdekelte Istennek az áldása. Egy tál kaja sokkal fontosabb volt a számára, mint az élő Istennel való kapcsolat. És tudjátok, lehet, hogy azt mondjuk, hogy hú, ez egy nagyon gonosz ember volt, de vajon gondolkozatok el, hogy mennyiszer vagyunk milyen helyzetben? Hogy akár nem egy tál kaja, de esetleg egy autó, vagy egy állás, vagy egy feleség, vagy egy férj. nem -e fontosabb, mint az Istennek az áldása az életünkben? És higgyétek el, semmi baj nincs az áldással. Semmi baj nincs azzal, hogyha van autód, van férjed, feleséged, ha anyagilag áldott vagy, ez egy jó dolog, de nem ez a lényeg. Ez nem fontos. Az igazán fontos az, hogy kapcsolatba vegy a mindenható atyával. vágysz Istennek az áldására. És tudjátok, sokszor, lehet, hogy csúnyát mondok, de a gyülekezet megakadályoz bennünket abban, hogy Istennek az áldását akarjuk. Vagy a gyülekezeti szolgálatunk, mert ha a gyülekezet fontosabbá válik számodra, mint Isten, vagy ha a gyülekezetben betöltött pozíciót, szolgálatod fontosabbá válik számodra, mint Isten, akkor az elválaszt téged Istentől. És lehet, hogy azt hiszed, hogy hű de jó dolgokat csinálok. Éppen bizonyságot teszek az utcán, térnek meg az emberek, sokan vannak, de jó, hogy jönnek, és az emberek majd megdicsérnek engem, majd a pásztor megdicsér, hogy de jó, végzem a dolgomat. De amikor az ember így gondolkozik, akkor elveszi a maga jutalmát, és nem a mennyi jutalommal törődik. Nem azzal a jutalommal törődik, amit Isten akar az embernek adni. És azt látjuk, hogy egy kis édesanyai segítséggel ez a Jákob meg tudta szerezni. Röviden dióhéjban meg tudta szerezni az első szövetségi jogot, illetve meg tudta szerezni az atyának az áldását is. De tudjátok, megint amit az ember csalással szed össze, annak nem tud örülni, nem tud boldog lenni. Nézzétek meg, lehetne összeszedni jó néhány vállalkozót, akiknek sok pénzük van, sok-sok pénzt összeszedtek, de csalással szedték ezt össze, és nincs békességük, nincs nyugalmuk. Azon gondolkoznak, hogy mikor fogok lebukni, mikor veszik majd észre, mikor fog kiderülni. Én egy néhány évvel ezelőtt beszélgettem itt Kecskeméten egy nagy vállalkozóval, aki azt mondta, hogy én nem engedhetem meg magamnak azt, hogy ne legyek becsületes, mert én nem tudnék nyugton aludni. És ő ez az ember befizet mindig mindent, persze elég nagy vállalkozása van, nagy pénzekből könnyebb sokat befizetni, szokták ezt mondani, de szerintem a kis pénzben, ha befizet,

Tehát elnézést, egy kis hiba volt. Nagyon-nagyon fontos dolog az, hogy amikor csalással szedünk össze valamit, amikor nem becsületes úton jutunk valamihez, az sosem tud áldássá válni az életünkre. És azt látjuk, hogy ez az ember Jákob, bár övé volt az atya áldása, de neki sem volt semmi, egyszer menekülnie kellett el kellett menekülnie a családjától, a saját testvére akarta őt megölni, azt várta, hogy mikor hal már meg az apja, ha meghal az apja, akkor kivégezi a testvérét. Tehát egy gyűlölet teljes légkörben élt ez az ember, és Isten kegyelméből volt lehetőség arra, hogy elmenjen egy rokonhoz, az édesanyjának a testvéréhez, lábánhoz, és amikor elindult ezen az úton, akkor jutott el a 28. résznek ehhez a verséhez, kiindult Beérsabából, 10. verstől, és hárán felé tartott Jakób. És eljutott egy helyre, ahol elaludt, mivel hogy a nap lement, és vett egy annak a fej, helynek a kövei közül, és a feje alá tette, és lefeküdt azon a helyen. És álmot látott, Imi egy lajtorja volt a földön fölállítva, amelynek a teteje az égig és Imi az Istennek angyalai fel és alá járkáltak azon. És Imi az Úr állt azon, és így szólt. Én vagyok az Úr, Ábrahámnak a te atyádnak Istene, és Izsáknak Istene, ezt a földet, amelyen fekszel, neked adom, és a te magodnak. És ha te magad olyan lesz, mint a földnek a pora, és terjeszkesz nyugatra, keletre, északra és délre, és te benned és a te magodban áldatnak meg a földnek minden nemzetségei. És íme én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged valahova mégy, és visszahozzalak erre a földre, mert el nem hagylak téged, míg be nem teljesítem, amit néked mondottam. Jákob pedig fölébredvén álmából ezt mondta, bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Ez volt Jákobnak az első Isten élménye. Vágyott az atya áldására, vágyott az Istennel való kapcsolatra, holott nem is tudta, hogy mi az. Nem volt még kapcsolata Istennel. De ő tudta azt, hogy ami jó volt az édesapámnak, meg jó volt a nagyapámnak is, mert ez az ember, Jákob, biztos vagyok benne, hogy beszélgetett Ábrahámmal is, az ő nagyapjával. És abban is biztos vagyok benne, hogy Ábrahám nem arról beszélt, hogy figyelj, így kell szaporítani az ökröket, így leszel még gazdagabb, ezekkel így kell üzletelni, azokkal úgy kell üzletelni. Valószínű, hogy ezt is megosztotta vele, hogy hogyan kell a jó üzletet megcsinálni. De a lényeg az, hogy Ábrahám kapcsolatban volt Istennel, és ezt a kapcsolatot megosztotta az ő fiával, és megosztotta az unokáival is. És igazából jó, Jákobnak annyi volt, hogy ő hallott erről a kapcsolatról, látta az atyának az áldását, látta a nagyapjának az áldását, szerette volna ezt, de nem volt kijelentése Istentől. Nem volt személyes kapcsolata Istennel, de szerintem ez a különösen becsülendő, hogy mégis akarta Istent. Mégis vágyott Istenre. És tudjátok, mi sokszor vagyunk úgy, hogy amikor Isten ott kopogtat az ablakunkon, amikor megérezzük Istennek az áldását, amikor esetleg Isten szól hozzánk, még akkor sem akarunk vele foglalkozni. Nekünk nem elég. Egy olyan ingergazdag környezetben élünk, hogy nagyon-nagyon nehéz felkelteni a figyelmünket. Nézzétek meg, a szerencsétlen tévések újabb és újabb műsorokkal próbálkoznak, hogy valamilyen módon felkeltsék az embereknek az érdeklődését, és tudják fenn is tartani ezt az érdeklődést. Pillanatok alatt el tud menni az embereknek az érdeklődése. Három percig nincs semmi érdekes, fogja magát és átkapcsolja egy másik csatornára. És a legnagyobb problémánk az, hogy hozzászoktunk ehhez, és a keresztény életünkben is ugyanezt csináljuk. Ha éppen nincsen semmi izgalmas dolog, olvasom a Bibliát, hát ez nem jó, lapozok. Ez sem jó, lapozok. Ez sem jó, lapozok. Na, van egy bátorítás, akkor ezt elolvasom. És ez de jó, hogy szólt hozzám az Úr. Pedig lehet, hogy Isten éppen egészen mást akart volna neked mondani, ha még kitartó vagy egy picit, és tudsz tovább menni azon a vonalon, ahogy elkezdted olvasni a Bibliát. Vagy éppen az imádkozásban. Nagyon-nagyon sokszor nem vagyunk kitartóak. Nem küzdünk meg azért, hogy Istennek az áldása a miénk lehessen. Egyszerűen azt mondjuk, Uram, ha akarod adni, akkor jó, ha nem akarod adni, akkor is el vagyok, mert nem tudjuk azt, hogy mi Istennek az áldása. De tudjátok, ha még nem is tudjuk, mi Istennek az áldása, és elkezdünk vágyni utána, akkor Isten meg fog bennünket látogatni, és meg fogja azt adni, amit nem is tudunk elképzelni sem, hogy milyen nagyszerű. Azt olvassuk itt, hogy azt mondta Jákob, bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. És tudjátok, nagyon sok minden van, amit nem tudunk, amivel, nem vagyunk, amivel kapcsolatosan nem vagyunk képbe így gondoljuk, úgy gondoljuk, ezt tanítják nekünk, azt tanítják nekünk, de itt a lényeg az, hogy az élő Isten velünk akar személyesen kapcsolatban lenni. Egyen-egyenként, akik most itt vagytok. Persze, nagyszerű hogy közösségben vagyunk egymással, és szükség is van a közösségre, de Isten személy szerint téged akar megérinteni ezen a mai délőtön. És azt akarja, hogy akarjál vágyni, akarj vágyni utána. Akard az ő áldását. Már lehet, hogy nem tudod, hogy mi ez. Hallottál róla. Hallottál róla, hogy hogy megy Afrikába egy, egy ébredési mozgalom, láttál amerikai videókat, hogy hogy esnek el az emberek, gondolkozol rajta, hogy de jó lenne, hogyha Isten engem is megáldana, és esetleg nem tapasztaltad még meg, de vágy Istennek az áldására, és ne a külsőségekre. Ne arra, hogy így működjön nálunk is, mint abban a gyülekezetben, vagy úgy működjön, mert én hiszem, hogy Isten szuverén úr, és minden esetben saját akarata szerint dönt, és úgy adja az ő áldását, ahogy ő akarja. És nekem egyetlen fontos dolog, hogy adja ezt az áldást, én pedig felismerjem, lássam, és nem menjek el Istennek az áldása mellett, hanem vágyjak arra, amit Isten nekem akar adni. Vágyjak arra, amivel Isten körül akar engem venni. Vágyjak arra, amit lások, látok mások életében, és legyek én is olyan ember, hogy ha rám néznek, akkor vágyják az Istent az emberek. Ha Ábrahámra néztek az emberek, vágytak Ábrahám áldására. Vágytak Ábrahám Istenére. És én hiszem, hogy Isten ilyen módon is bizonságot akar rajtunk keresztül tenni, hogy ha ránéznek az emberek, akkor kezdjenek el vágyni Istenre. Akarják Istennek az áldását, akarják Istennek az élő jelenlétét, szükségünk van erre. Nem is tudjuk, hogy mennyire égető nagy szükségünk van arra, hogy a jó Isten meglátogasson bennünket. És azt látjuk, megint nem egy jó hír a ma emberének, hogy bár Isten megáldotta, és azt mondta, hogy benned a te magodban meg fognak áldatni a Földnek minden nemzetségei, ezután jött egy húsz éves nyomorúságos időszak ennek a szegény embernek. Megszeretette egy lányt, szerette volna feleségül venni, 7 évet kellett szolgálni ezért a lányért, de utána, mikor megkapta volna a kedves feleségét, becsapta az a jó apósa, és az idősebbik lányt adta hozzá. Kellett várnia még egy hetet, utána hozzáadták a másik lányt is, de azért utána még 7 évet kellett. Tehát 14 évig kellett szolgálnia azért, hogy ővé lehessen az a lány, akit szeret. És az van leírva az igében az első hét évről, hogy egy néhány napnak tűnne az ő szemei előtt, mert annyira szerette ezt a hölgyet. Hogy hívták őket? Az idősebb volt Lea, és a fiatalabb Ráhel. Így van. És szerette Ráhelt. Ragaszkodott hozzá. Vágyott utána. És olyan érdekes, nem tudom, hogy ti, nektek eltelte már hét év, az életetekben, de nekem már egy néhány hét év eltelt, de nem emlékszem úgy, hogy csak egy pillanatnak tűnt volna ez az egész. Már sokszor van úgy, hogy hetek, hónapok egész gyorsan eltelnek, de hét év azért elég sok idő. Főleg, hogyha az ember ökrök mellett, marhák mellett van és folyton velük foglalkozik, egyik fárasztó lehetett, de egy kicsit se érdekelte, mert volt egy célja. Látta a személy előtt, sőt, találkozott is valószínűleg az ő kedvesével, és hét évig türelmesen várt azért, hogy az övé lehessen az ő kedvese. Utána azt olvassuk, hogy a második két év után, amikor 14 év eltert, akkor tudott elkezdeni saját magával foglalkozni, és a következő hat évben egy egészen jelentős vagyon tudott összeszedni, de ez mind-mind Isten áldása miatt volt. Neki nem volt befolyása erről, persze ott vágdosta a fűzfa veszőket, amikor ittak az állatok, akkor odarakta, de próbált ki otthon hátha fog működni. Én nem vagyok benne biztos, hogy mindenféle különböző tarka fognak születni, csak azért, mert te család a fa De legalább nem fog szunatkozni, tehát érdemes kipróbálni. De én hiszem, hogy egyedül Istennek az áldása volt az, ami ezt az embert megáldotta. Isten meg akarta áldani ezt az embert. Látta azt, hogy ez az ember már itt van 14 éve, becsapták, átverték, és ez az ember elkezdett megváltozni. Elkezdett egy olyan folyamat beindulni az életében, aminek a vége az lett, hogy Istennek a következő áldásánál, amire mindjárt fog beszélni, megváltozott az ő neve is. Azért, mert ez az ember akart változni. És az ember nem akar többet csalni, nem akar többet hazudni. Ez az ember azt akarta, hogy Istennek az áldása, amit megígért az ő atyáinak, és megígért most már neki is, ez az övé tudjon lenni, és tudjon beteljesedni az ő életében. És azt látjuk, hogy eltelt a húsz év, elindult hazafelé, most már nagy vagyona volt, gazdag ember volt, és mégsem volt nyugalma, mégsem volt békessége, mert tudta, hogy van még egy rendezetlen ügye az ő bátyjával. És ekközben sokszor nem szoktunk beszélni a bátyról. Mi volt eddig Ézsóval szerintetek? Miközben Jákobnak eltelt itt a húsz éve. Ki tudja, mi történt Ézsóval. Elvett egy idegen nőt feleségül. Ráadásul már három olyan felesége volt ennek az embernek, akikkel bosszantotta a szüleit. De ezt komolyan mondom, tehát megnézitek, az van leírva, hogy a szívüknek a gyötrelme volt az első két feleség, és a harmadik feleség is egy izmaelita volt, tehát az arabok ősanyai közül az egyik. És Őtől, őktőlük származnak, tehát ettől az embertől származnak az edomiták, akik nagyon sokat támadták és bántották Izraelnek a népét. Nem ír nagyon róla a Biblia, hogy mit csinált, tehát nem kell annyira a találgatásukba bocsátkozni. Az biztos, hogy élt még ez az ember, ami szintén nagyon fontos, hogy addigra már meghalt az ő édesapja, mert már halálán volt akkor is, amikor az atyai áldást adta. De nagyon érdekes dolog, hogy erről el szoktunk feledkezni, hogy az apjának minden anyagi áldása erre a fiúra szállt. Minden vagyon, ami volt Ábrahámtól Izsákon keresztül, az Ézsaura szállt. És ért vele valamit Ézsau? Semmit az égvilágon. Ézsaunak a szívét csak az töltötte el, hogy az ő testvére meglopta őt. Az ő testvére becsapta őt nem azon gondolkozott, hogy Istenem, bocsáss meg, hogy ennyire eltékozoltam ezt az áldást. Istenem, bocsáss meg, hogy nem vágytam az áldásodra, hanem együtt az volt a lényege az életének, hogy van egy bűnbak, akit hibáztathatok mindenért. És bár áldásban vagyok is, Isten biztos vagyok benne, hogy megbocsátott volna neki, hogyha oda ment volna, és töredelmesen bevallotta volna az úr előtt, de a számára csak az volt a lényeg, hogy van valaki, akit hibáztathat. Ha megdöglött egy állat, biztos, hogy Jákobot okolta érte. Ha meglopták őket, vagy valami probléma történt, biztos, hogy Jákob volt a hibás. És tudjátok, sokszor vagyunk mi is így, hogy sokkal könnyebb bűnbakokat találni. Nem én vagyok a hibás, hát én egy jó gyerek vagyok, a többiek tehetnek róla a családom a hibás, a feleségem, a gyerekek, a főnököm, velük van a gond, én amúgy jó gyerek vagyok, de ezekkel nehéz kijönni. Hát én azért vagyok ilyen agresszív, mert ők húznak fel, ők tehetnek róla. És lehetne sorolni, sorolni, hogy az ember mennyiszer talál magának kifogásokat, hogy nem én vagyok a hibás, mások tehetnek róla. Mások hozták rám ezt a problémát. Az időjárás tehet róla, miért van ilyen hideg? Vagy miért van meleg? Miért van ennyi politikus? Miért ilyenek a politikusok? Miért nem? Miért a Fidesz? Miért az MSZP? És az ember mindig talál valakit, aki tud szídni, akit tud bűnbaknak keresni. És ez nem egy új keletű dolog, Ézsa ugyanezt csinálta. De nézzétek meg, mi volt Ézsa új életének az eredménye. Nem tudott boldog lenni. Nem tudott elégedett lenni, és nem tudott kiteljesedni sem. És azt látjuk itt a Jákobnál, amikor mennek visszafelé, Jákob számára megint nem a vagyon volt a legfontosabb, mert a vagyonjának a legjavát, a legértékesebb részét, azt maga előtt elküldte. Persze az is benne volt, hogy féltette az életét, félt az ő testvérétől, de az is benne volt az, hogy akart adni a testvérének. a viszonozni valamilyen módon, és akart kibékülni az ő testvérével. Nem a vagyon volt számára a leglényegesebb, és ezt látjuk is, amikor egy-két része odébb, azt hiszem 31, de nem tudom pontosan. Nem az a lényeg. Tehát amikor ö, megy visszafelé Jabók révén Találkozik Istennek az egyik angyalával. Megint csak egyedül van, megint csak magányosan, megint a saját gondolataival van ő, nyugtalanságban, fél attól, hogy mit fog csinálni az ő testvére, fél attól, hogy mi lesz a holnapi napon, amikor valószínűleg találkozni fogok vele, akár a saját életemet is elveszhetem, mert meg fog ölni engem az én bátyám. Folyamatosan ezen járt az esze. Egyszer csak megjelent Istennek az angyala, és ez az, az ember nem engedte el Istennek az angyalát. Ragaszkodott hozzá. Ki az, aki már birkózott életében valamikor? akár gyerekkorában is. Vagytok egy néhányan. Amikor a teológián voltunk, néha előfordult, hogy ráértünk, és nem volt mit csinálnunk. Volt egy klubszoba, szépen beszűnyegezve. Fiúk, együtt voltunk, mit csináljunk, birkózzunk. Elkezdtünk egymással birkózni. Erről szerintem meséltem már a múltkorában az egyik prédikációmban, de most másik oldalon közelítem meg. Tehát elkezdtünk birkózgatni, és körülbelül, mit tudom én, egy két órán keresztül voltunk ott együtt, és akkor lebirkózgattuk egymást egy néhány pillanat alatt de másnap olyan izomlázam volt mindenütt, annyira elfáradtam, pedig nem sok időt töltöttünk tényleg az effektív testmozgással. És azt olvassuk erről a Jákobról, hogy az egész éjszakát Isten angyalával való tusakodással, birkózással töltötte. Ez nem azt jelenti, hogy már majdnem legyőzte Istennek az angyalát. Én hiszem, hogy Istennek az angyala hagyta magát. E, és nem. Tehát olyan, ez amikor a lányaimmal birkózok, és akkor ők le akarnak engem győzni. E, tehát Istennek az angyala hagyta magát. De egy csodálatos dolog, hogy ebben az emberben megvolt a kitartás. Neki minden erejét bele kellett adnia, hogy bírja egészen reggelig. Sőt, ráadásul, amikor azt akarta az angyal, hogy engedje, el, azt mondta, hogy nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem neki továbbra is az életének a fő motivációja az volt, hogy Isten áldása az övé lehessen. Neki arra volt szüksége, hogy Istennel élő kapcsolata legyen, és semmi más nem érdekelte. Amikor megérintette őt az angyal, kimozdult a csípőcsontja, és örök életére sánta maradt. Egész életében sánta maradt, de őt ez sem érdekelte. Az volt a lényeg, hogy Isten megáldja őt. Istennel közössége legyen. És mi itt vagyunk egészségesen, helyek közel, többnyire egészséges emberek vagyunk. Mozog a csípőcsontunk, nem sántikálunk sem erre reményeim szerint, és mégis nem kell nekünk Istennek az áldása sok esetben. Pedig Isten meg akar bennünket áldani. De amikor jönnek ezek a próbák, nehézségek, akkor meg van próbálva a szívünk, hogy kell -e nekünk az áldás. Akarjuk-e Istennek az áldását, vagy éppen... Jó, mert úgy is ránk fér, hogyha adnak nekünk valamit. Éppen a nagylányommal kapcsolatosan volt mostanában ez, a múltkor volt nálunk a hugom, volt nála egy jó kis oldaltáska, és mondta az ember, hogy ez úgy tetszik neki, adja már neki. Hát a hugom persze, hogy adta neki. Nem telt bele egy néhány nap, most itt van édesanyám, hozott a táskáját, egy ilyen zöld táskát, Emmának úgy megtetszett, adja már oda neki a mami. A mami persze, persze hogy, odaadja neki. Akkor a telefontokon megtetszett neki, apa ad már nekem azt a telefontokat, és odaadtam neki. És azt látom, hogy itt van az egyik táska, ott van a másik táska, ott van eldobva a telefontok, és akkor leültem vele beszélgetni erről, hogy miért van neked szükség ezekre a dolgokra. És ezen gondolkoztam -e, hogy mi is nagyon sokszor ilyenek vagyunk, hogy Istenem, ad ezt az áldást. Kérem azt az áldást is. Elfér a polcon, van még hely. Adj még nekem áldást. Még szükségem van, még szükségem van rá. Isten adja, adja, és nem használjuk azt, amit kapunk. És idő után azt mondja Isten, hogy én olyannak akarom adni, aki értékeli azt, amit kap tőlem, hasznára van, sőt, szüksége van rá. És az a Jákob egy ilyen ember volt, akinek kellett az áldás. Neki égető szüksége volt arra, hogy közösségben legyen Istennel. Égető szüksége volt arra, hogy Istennek az áldása az övé legyen. És tudjátok, mi sokszor nem veszük őt komolyan. Sokszor elvallásoskodunk, vagy el vagyunk úgy magunktól. Nem annyira van szükségünk nekünk Istenre. Nem nagyon van nekünk szükségünk az áldására. Ha jönnek a bajok, persze, rögtön tudjuk, hogy hova kell fordulni. Rögtön tudjuk, hol kell reklamálni, hol kell segítséget kérni. De amikor éppen normális helyzetben vagyunk, akkor nem nagyon keresünk Istent pedig akkor legalább annyira kell keresni Istent, és vágyni kell az ő áldása után. Mert tényleg én hiszem azt, hogy amikor megtapasztaljuk Istennek az áldását, elcsodálkozunk azon, hogy nekem ez nem kellett évekig. Ezt utasítottam el. Nagyon sok ember, aki hosszú időn keresztül nem tért meg, és később tért meg, fogja a fejét, hogy miért nem? Miért nem döntöttem tíz évvel ezelőtt? Miért nem döntöttem még fiatalabban? Miért nem léptem meg azt, hogy Istennek a gyermekre leszek? Hiszen olyan jó, jó közösségben lenni vele. És sokszor vagyunk így, hogy későn, de nem későn, később veszük észre azt, hogy mennyi lehetőséget szalasztottunk el az életünkben. Ez a Jákob, egészen kisgyerek korától azon volt, hogy Istennek az áldása az övé legyen. Így érte végig az egész életét, és rajta keresztül tudott elindulni a megvalósulása az Ábrahámtól kapott ígéretnek, vagy Ábrahámnak adott ígéretnek. Mert Ábrahámnak azt mondta, hogy tőled fog származni egy nagy nép, te benned megáldottnak a földnek minden nemzetségei. És ha meglátjuk, ennek a kedves Jákobnak volt 12 gyermeke. Ezektől a gyermekektől, illetve kettő unokától származik a zsidó nép. A 12 törzse. Izraelnek. És azt látjuk, hogy az egyik fia József volt az, akin keresztül az egész akkor ismert földrész, az a környék meg lett áldva, mert különben szinte a népesség nagy része kipusztult volna, ha nem lett volna ez az ember, aki látta az, hogy lesz hétből esztendő, meg hét szűk esztendő. Isten megvalósította azt az ígéretet Jákobnak a fiában, amit Isten adott Ábrahámnak. És utána elkezdett nagy néppé válni. Azt olvassuk, hogy 430 év múlva már több, több mint egy milliós tömeg volt a zsidó nép. Hatalmas tömegé vált, hatalmas néppé vált, és Isten valóban megáldotta őket. És hiszem azt, hogy azóta is ezért vannak Istennek az áldásában a zsidó emberek, mert volt három ember, aki vágyott Istennek az áldására. Ábrahám, Izsák és Jákob. És én hiszem, hogy Isten ugyanezt az áldást akarja nekünk is adni. Ha megnézitek a Galácia velékhez írt levélben, a Galatáknál ott azt írja, nem is tudom pontosan, a negyedik résznél, hogy Jézus Krisztus átokká lett érettünk, mert átkozott mindenki, aki a fán függ. És tudjátok miért? Hogy Ábrahám áldása legyen mindazokon, akik hisznek. Isten azt akarja, hogy ennek az áldásnak a folyamában mi is a hívő emberek tudjunk belépni. És itt persze ez, ezt az igényt sokszor olyan tanításokban szokták előadni, amikor az anyagiakról beszélnek, hogy majd az úr meg fog téged áldani, Ábrahám áldása legyen rajtad, Ábrahám is gazdag ember volt, de ezek az emberek eltévesztik a célt. Ábrahámot soha nem érdekelte a pénz. Ábrahámot nem a vagyon érdekelte, hanem Istennel való közösség, az Istennek az ismerete. És én hiszem azt, hogy Ábrahámnak az áldása leginkább ez a mi számunkra is. Vágyunk az Istennel való közösségre. Ennek lehet, hogy a hozadéka az lesz, hogy vagyonos ember leszel. De ez nem garancia. Nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy akard Istent, vágy az Isten után, vágy az Istennel való közösség után. A Mózes, amikor fenn volt Istennek a jelenlétében, nem akart onnan lejönni. Elfeledkezett az evésről is. Akarta Istent látni. Bár ott volt 40 napja a dicsőségében Istennek, de azt mondta, hogy nem mutasd meg a te dicsőségedet. Amikor ráérzünk Istennek az ízére, az Isten jelenlétének az ízére, akkor vágyunk utána. Akarunk belőle még többet és még többet. És akkor nem kell noszogatni, hogy te mennyi már gyülekezetben mert ideje lenne elmenni, hanem akarsz ott lenni. És nem az érdekel, hogy kik vannak a gyülekezetben, az érdekel, hogy az élő Isten ott legyen. Mert ha az élő Isten ott van, akkor biztos, hogy jó helyen vagy. És akkor egészen másképp fogsz az emberekhez is hozzáállni. És tudjátok, sokszor van így, hogy a gyülekezetben azon gondolkozunk, hogy engem éppen senki nem szeret. Nem olyan kedvesek hozzám az emberek, még csak nem is köszönnek nekem, stb. Én úgy gondolom, hogy ez mindig rólam tesz bizonyságot, hogy én éppen milyen lelki állapotban vagyok. Olyanban, mint az Ézsau, vagy olyanban, mint a Jákob. Mert, ha én akarom Istennek az áldását, akkor keresem, vágyom Istennek az áldását. Ha én akarom a testvérekkel való közösséget, akkor próbálkozok azzal, hogy oda megyek, próbálkozok beszélgetni, megnyílok feléjük, és lehet, hogy egy-két ember be fog csapni, lehet, hogy egy-két csalódás fog érni, de megéri. Megéri jó barátságokat kötni, megéri szív szerinti barátságokat kötni. És tényleg benne van a pakliban, hogy nehézségek jönnek az életedben, benne van a pakliban, hogy Isten esetleg olyan érzésed van, mintha elfordulna tőled, de megéri. Mert sokkal több több az Istenne való áldásnak a haszna, mint amennyi veszélye jár. És ezt a veszélyt sokszorosan idézőjelbe teszem, mert Isten nem veszélyes, hanem nekünk veszélyes. Nekünk veszélyes az, hogy a saját vágyaink, a saját terveink, azok lehet, hogy meghiúsulnak. Lehet, hogy Isten átrendezi őket. Én lehet, hogy már most szeretném feleség venni azt a lányt, Isten meg azt mondja, hogy várjál még hét évet. Lehet, hogy már most szeretnék vagy vagyonos ember lenni, Isten azt mondja, hogy majd húsz év múlva éret leszel arra, hogy ilyen vagyonnal tudj gazdálkodni. Lehet, hogy azt szeretném, hogy hú, legyen most ezer fős a gyülekezetünk, Isten áldjon meg bennünket, lehet, hogy Isten azt mondja, hogy várj még egy néhány évtizedet, és meg fogod ezt látni. És nem azért, mert Isten nem szeret bennünket, nem azért, mert Isten nem akar minket megáldani, hanem ismer minket, és tudja, hogy mit bírunk el. Tudja, hogy mi az, amivel, amivel tud bennünket terhelni. És ha akarunk növekedni, ha akarjuk ezt az áldást, a legjobb dolog, hogy engedelmeskedünk Istennek. Ott van Dávid király, szerint háromszor is felkenték királyá, és csak harmadszorra tudott király lenni. És hosszú éveken keresztül menekülnie kellett, bántották, üldözték, meg akarták ölni. De amikor ő király lett, biztos vagyok benne, hogy azt mondta, hogy Istenem, megérte ezt az egészet. De tudjátok, többet mondok, amikor még nem volt király, akkor is biztos főben, hogy azt mondta, hogy megéri veled lenni, Istenem. Bár lehet, hogy épp egy barlangban bujkálok, mert meg akarnak ölni, de akkor is szeretlek téged, Uram. Akkor is ragaszkodok hozzád. Vagy a három zsidó fiú, amikor be akarták őket dobni a tüzes kemencébe. Azt mondták, hogy a mi Istenünk ki tud bennünket szabadítani, de ha nem tenné is, akkor se fogunk neked engedelmeskedni, király. Bennünket ne az érdekel, hogy mit tesz értünk Isten. Az érdekel, hogy milyen kapcsolatban lehetünk vele. És ha Isten megadta ezt a lehetőséget, hogy közösségbe legyünk vele, akkor nagyon-nagyon buták vagyunk, ha nem akarjuk ezt kihasználni ha nem akarjuk maximálisan kihasználni. Amit Isten ad, azt maximálisan ki kell használnunk. És ez nem egy olyan, mint egy leívható Európai Uniós támogatás, hogy van egy bizonyos keret, és akkor benragadt valamennyi, hú, azt le kell hívni, hogy csináljuk. Sokszor szoktam így beszélgetni ismerősökkel, akik ezt, hogy ezt hívjuk le, azt hívjuk le, van még támogatás, szükség van még az uniós támogatásokra. Istennél nincs, hogy van egy bizonyos keret, 5000 áldás, és már 4700-nál jár, gyorsan bele kell még húzni, hogy én is kapjak valamit, hanem Isten korlátlanul akar téged megáldani. És azt akarja, hogy mindaz, amit ő eltevezett az életedre, azt tudjon megvalósulni, hogy tudjon teljes lenni az életed. És lehet, hogy vándorolsz, mert ha megnézed Ábrahámot, Izsákot, illetve Jákóbot, egyik se tudott teljes békességgel nyugodtan az ígéretnek a földjén lenni. Ábrahám nem látta meg azt, hogy ő egy nagy népé lesz. Bár egy néhány gyermeke született, biztos, hogy unokáit is meglátta, de az az áldás, amit neki Isten megígért, az csak a mennyben látta meg. Izsákról ugyanez a helyzet. Sivatagban menek, mentek, menekülniük kellett, beásták a kutakat, amiket ők kiástak, és folyamatosan nehézségeik voltak, de akarták Istennek az áldását. Jákobnak menekülnie kellett a saját testvérétől, sok nehézsége volt, voltak éhénységek azon a környéken, de Istennel közösségben volt. És Isten nem kiragadni akar bennünket ebből a világból, hanem meg akar tartani bennünket ebben a világban. És erre szeretnék benneteket bátorítani, hogy ha vágytok Isten után, ha vágytok Istennek a jelenléte után, akkor ne olyanok legyetek, mint Ézsau, akit csak a hasa érdekelt, akit a mai világ érdekelt, hanem legyünk olyanok, mint Jákob, akik leginkább Istenre vágynak, az Isten élő áldására vágynak. Mert Istennek az áldása az meggazdagít, az van leírva az egyik igében, a példabeszédek könyvében. Isten áldása gazdagít meg. És itt megint nem a fizikális gazdagságra kell elsősorban gondolnunk, hanem a szellemi gazdagságra, ahogy Isten megáld bennünket. És amikor szellemileg gazdagszol, én azon a véleményem vagyok, hogy az esetek jelentős többségében anyagilag is gyarapodni fogsz, azért, hogy még több szellemit tudj aratni, és még többet tudj megáldani másokat. Épp az Attival itt nézegettük a péntek este a videókat, és találtunk egy olyat, egy három amerikai fiatal ember azzal szórakozik, hogy pénzt ad hajléktalanoknak is, nem is kevés, 100-200 dollárokat, és nézik a reakciót, hogy azok hogyan meg miként reagálnak rá. És érdemes megnézni ezeket a videókat. Van olyan ember, aki rögtön letérdel, és megköszöni az úrnak, és amikor feláll, utána köszöni meg a gyereknek. Tehát az első videó, ez volt nekem nagyon-nagyon tetszett. hangosan imádkozott az úr Jézushoz, hogy ő megáldotta ezzel a pénzzel. 100 dollár az kb. 20 ezer forintnak megfelelő nagyjából összeg. Biztos vagyok, hogy meglepődne egy-egy hajléta, hogyha most oda tennétek, de ti is meglepődnétek, ha kapnátok szerintem. De fontos dolog ez, hogy Isten akar nekünk adni, meg akar bennünket áldani. És nem pénzzel, bár jó a pénz is, de sokkal-sokkal jobb az, amikor Istennek közösségben vagy, amikor az ő áldásában élsz, és körülvesz az ő szeretete, körülvesz az ő áldása, és megtanulsz adni. Tudjátok, volt most csütörtökön nekem egy elég nehéz helyzetem, Csütörtökön temettem el azt a lányt, nem tudom, olvastátok az újságban, aki felakasztotta magát egy másfél héttel ezelőtt, egy 18 éves kislány. Eleget az életből, és egy cipőfűzővel felakasztotta magát, és egy ismerősömön keresztül engem kértek meg, hogy én temessem el. És nem volt egy könnyű helyzet, de ezt mutatta nekem az úr, hogy erről beszéljek, az egyános négyből, amikor Isten a szeretet, és hogy hogyan kell egymást szeretnünk, miként kell szeretnünk egymást. És tudjátok, a temetéseken nagyon sokszor van ez, hogy az emberek ott sírnak, meg hogy szerettelek, meg milyen jó lett volna még, de épp ezt mondtam ott is, hogy a temetőben már késő szeretni. És mi nagyon sokszor ilyenek vagyunk, hogy ó, ez egy nagyon áldott ember volt, már meghalt. De a Bibliában is olvassuk ezt, hogy a profitákat is utána szerették, miután meghaltak. Amíg éltek, addig ott ütötték őket, ahol tudták. Amikor meghaltak, akkor már nagyon jó gyerekek voltak, áldottak. Szokták mondani, hogy halottról vagy jót, vagy semmit. De érdekes dolog az, hogy amíg itt élünk a Földön, is, van lehetőségünk szeretni, olyan sokszor mellőzzük el ezt a lehetőséget. Olyan sokszor nem élünk ezzel a lehetőséggel. És tudjátok, amikor ott leszünk a mennyországban, Isten kegyelméből, és is bemehetünk ebbe az országba, én biztos vagyok benne, hogy a nagy öröm mellett sokat fogunk szomorkodni, hogy mennyi mindent tehettünk volna még. Mennyi embert vihettünk volna Istennek a jelenlétében. Mennyivel másképp tudtuk volna élni az életünket, de akkor ott ez megint már csak késő lesz. Főleg, hogyha be van zárva, mennek az ajta, és nem mehetsz be, akkor hiába fogsz gondolkozni, hogy de lett volna van, másképp csinálni akkor már nincs lehetőséged a változtatásra. Nincsen tisztító tűz. Nincsen egy ilyen időköz, hogy majd valamikor megjavulsz, égsz egy kicsit is utána mégy a mélye mennybe. Ezek butaságok. Amikor itt élsz a Földön, van lehetőséged döntéseket meghozni. Van lehetőséged a valódi értékek mellett dönteni, a valódi értékeket keresni. És ha meghozod ezt a döntést, hogy keresed a valódi értékeket, Isten megígérte, hogy aki keres, az mit fog csinálni? Az találni fog. Isten garantálta az, hogyha te keresed őt, keresed az ő jelenlétét, meg fogod találni az ő jelenlétét. Közösségben leszel vele, de keresni kell. És nem olyan, hogy már látta három demót is a Mennyországból, akkor érdemes oda menni. Mert megint csak ezzel igyeksz... nézzétek meg a tévékben, igyekeznek felkelteni az érdeklődést, hogy csináld, csináld, nézd, mennyire jó lesz. Éppen most van egy új mozifilm, ami be fog indulni nem sokára a a története, nem tudom, hogy láttatok, már elég ilyen vadregényesnek tűnik nekem az előzetes alapján, de azért próbálják ezeket csinálni, hogy az embernek felkeltse az érdeklődését, és elmenjen, megnézze ezt a filmet. Na hát Jézus nem csinál ilyen demókat, nem csinál ilyen verziókat, hogy hidd -e, hogy jó lesz a mennyországban, gyere, próbáld ki, nézd meg egy hétre, gyere, meghívlak a mennybe, próbáld ki, ha tetszik, akkor jöhet. Isten nem ezt csinálja, hanem azt akarja, hogy amikor még nem ismerjük, amikor még nem látjuk, amikor még nem tapasztaljuk, akkor vágyjunk. Mert ez a hitnek a lényege, hogy a nem látott dolgokról való meggyőződés. Nem látod. Nem tudod azt, hogy Isten tényleg olyan hatalmas-e, így fizikálisan hirtelen. Persze, meg tudod tapasztalni nagyon sok módon, de ha váljsz Istenre, vájsz Istennek a jelenlétére, Isten fog jönni. Meg fogja neked mutatni az ő hatalmát. Minden kétséget kizáróan. És lehet, hogy nem találkozol így személyesen vele, mert embert, ember nem láthatja Istent élve itt a Földön, de ha itt úgy élsz, akkor meg fogod őt látni. És erre kell vágynunk. Ezen kell igyekeznünk, hogy keressük a valóságot, keressük az igazi kincseket. És kérlek benneteket, hogy most, amikor majd hazamentek, gondolkozzatok el ezen, hogy vajon az én életem mivel van tele? Isten áldása iránti vágyal, vagy éppen azon leszek, hogy mikor, vagy azon leszek, hogy mikor tudok még több lencsét megenni. Mi a lényeges számodra? Az, hogy tele legyen a hasad, vagy az, hogy tele legyen a szellemed Istennek a szeretetével hogyha tele van a szellemed, akkor a hasad is meg fog előbb-utóbb telni. De a hasad tele van, nem feltétlenül jut hely Istennek. Szeretnék bátorítani benneteket, hogy legyetek olyanok, mint Jákob volt, aki vágyott Istennek az áldására. Akarta Istennek az áldását. És én hiszem, amikor vágyunk Istennek az áldására, akkor meg fogjuk tapasztalni Istennek az erejét is, amiről már néhány héttel elkezdtem beszélni. Isten erejére vágyunk. Azt akarjuk, hogy Isten ereje nyilvánuljon meg. De én hiszem, hogy Isten ereje az az ő jelenlétén keresztül fog megnyilvánulni. Sehogyan máshogyan. Egyedül akkor, amikor Istennek jelenléte itt van, akkor fog az ő erej megnyilvánulni közöttünk. És én erre bátorítok benneteket. Akarjuk Istennek az erejét, akarjuk Istennek a jelenlétét, a vele való közösséget, mert ennél jobbat nem tudsz tenni az életeddel, mint hogy Istent keresed, Istent vágyod, mert aki keres, az talál az örgetőnek megnyitatik. És én hiszem, hogy Isten ezt akarja a mi életünkre adni. És lehet, hogy évekig kell várnod. Lehet, hogy ma délután már megjön az áldás. Lehet, hogy holnap után. Nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy azon az úton legyél, amit Isten eltervezett a számodra. Azon az úton. Mert nagyon-nagyon sok út van, ami a vesztedelembe vezet, de egyetlen út van, ami az életre visz. És ez Jézus Krisztus, senki más. Ezért szeretnék benneteket bátorítani, hogy ne azon gondolkozunk, hogy sok úton lehet járni, lehet sok úton járni, csak hol a vége. Itt mindig a végre kell gondolni, hogy mi lesz a vége. Legyen egy célunk, legyen egy tervünk. Ha elkezd egy gyermek egy iskolát, egy középiskolát, az a célja, hogy sikerüljön leérettségizni. Ha elkezd egy főiskolát vagy egyetemet, a célja az, hogy sikerüljön lediplomázni. Ha elkezdesz egy vállalkozást, létrehozva egy üzleti tervet, ezt szeretnéd elérni, egy ilyen profitot, vagy egy ilyen területen szeretnél működni, így és így szeretnél fejlődni, vannak céljaid. És ha vannak céljaid, akkor tudsz előre haladni, tudod mérni azt, hogy hol tartasz jelenleg. És én hiszem, hogy a hívő embereknek is kell, hogy céljaink legyenek. Jákobnak a célja volt, hogy megtetszett neki az a szép nő, akarta feleségül venni. Tudta azt, hogy az életének a következő hét éve arról fog szólni, hogy a ráhelyet küzd. És tudta ezt, hogy ez így van helyén. Utána még négy, vagy még hét évig küldött érte. A következő hat évben azért dolgozott, hogy Isten megáldja őt vagyonnal, és tudjon növekedni, erősödni. De mindig voltak céljai, de a legfőbb célja mindig az volt, hogy az atya áldását megszerezze. Hogy Istennek közösségben legyen. És nekünk is legyen ez a legfőbb célunk, hogy Istennek az áldása találjon meg bennünket. Keressük őt. Vágyjunk rá. vágyunk az ő jelenlétére. És higgyétek el, akkor fog erősödni a gyülekezetben Istennek a jelenléte, ha vágyunk erre. Isten nem jön csak úgy látogatóba szétnézni, hogy mi a helyzet. Ő azt akarja, hogy vágyjunk rá. És ha vágyunk rá, ő megmutatja magát. Minél inkább vágyunk rá, annál teljesebben mutatja meg magát. Minél inkább éhezünk rá, annál inkább meg akar bennünket, és meg is fog bennünket elégíteni. És erre szeretnék bátorítani benneteket. Akarjuk az Úr áldását. Vágyjunk Isten áldására, mert Isten meg fog minket áldani. Ámen. Lesz majd még néhány hirdetés, de előtte szeretném, ha el tudnánk énekelni majd egy éneket, meg még előtte szeretném, ha tudnánk imádkozni. Ha valamelyikőtök szeretne, azért, szeretne imád kérni, szeretné, hogy imádkozunk, kérem, hogy nyújtsa fel a kezét, akár azért, hogy vágyjon Istennek az áldására, vagy ha van betegség, probléma, vagy bármi ilyesmi, szeretném, hogyha most még egy dicsőítő nélkül tudnánk imádkozni a személyes szükségeitekért. Van valaki? Egy, kettő, három, négy, öt. Oké, Kélek kérlek benneteket, hat, álljunk fel és közösen imádkozzunk, és közben pedig a kedves dicsőítő csapat jöjjön fel. Úr Jézus, én hálás vagyok neked azért, hogy te vagy az életnek az Ura. És köszönöm, Uram, hogy te már olyan régóta vágysz arra, hogy megálthas bennünket. És Uram, mi akarjuk a te áldásodat, vágyunk a te áldásodra. Vágyunk arra, hogy a te kedves jelenléted öleljen körül bennünket. Arra kérünk téged, Úr Jézus, hogy a te kegyelmeddel hajó most le hozzánk. Te látod, hogy kik azok, akik felemelték a kezüket. Te látod, Uram, hogy kik azok, akik problémákban, nehézségekben vannak. Te látod, hogy kik azok, akik vágynak a te áldásodra, vágynak a te dicsőségedre. Én arra kérlek téged, Uram, hogy hallgass most meg az ő szívük kérését. Cselekedj, Uram! Akik betegek, azok gyógyuljanak meg. Akik meg vannak kötözve, azok szabaduljanak meg, Uram! És a szívünk vágy, az teljesedjen be a Te neved dicsőségére, Uram! És kérlek, Uram, ad, hogy legyen ez a legfőbb vágyunk, hogy Téged és a Te áldásodat akarjunk, Uram! Semmi más ne legyen olyan fontos, mint Te. Így kérlek, Uram, áld meg az egész gyülekezetet, áld meg bennünket egyen-egyenként, és adj nekünk teljes felépülés, teljes szabadulást, teljes helyreállást, Uram, mindannyiunknak, a neved dicsőségére, Atyám. Amen.